Köszöntöm Paletta Kulturális Magazin műsorunk valamennyi nézőjét. Hát azt hiszem, hogy megkezdhetjük itt a visszaszámlálást a mai palettában, hiszen 11 nap és augusztus 10-ével indul a Székesfehérvári királyi napok. Erről fogunk szót ejteni stúdiónk ma esti vendégeivel, Majoros Róberttel, művészeti vezetővel, valamint Majoros Andorral, fesztiváligazgatóval, az Alba Régia Néptánc Együttes képviselőivel, művészeti menedzserrel. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Szép estét. Mi is köszönjük. Több szempontból is érdekes lesz ez az augusztus 10-e, hiszen, ahogy azt már megszokhatták a fehérváriak, egy nagyon szép megnyitóval indul majd az egész 10 napos ünnepségsorozat itt Székesfehérváron. Mit kell tudni, mi az, amit elárulhatsz, Robi, a kulisszatitkokról? Hogy képzeljük el majd ezt a megnyitót? A megnyitó az 10-én lesz, 11-én a Nemzetközi Néptánc Fesztiválnak lesz a megnyitója, de előtte egy nappal lesz az egész királyi napoknak a megnyitója, 8:30 este kezdődően. Azt kell tudni róla, hogy egy közel 20 perces olyan műsorral készülünk, aminek a témája az idei Mátyás király év, emlékév lesz, úgyhogy abszolút reneszánsz hangulatba fog történni ez a megnyitó, és azon kívül, hogy nyilván az Alba Régia Tánc Együttes nagyon sok módon feldolgozta már a reneszánsz tánc, tehát a táncegyüttes részvétele mellett más művészeti ágak is megjelennek, tehát a kórustól a zenekaron keresztül a zászlóforgatókig elég sokan részt vesznek ebbe a produkcióba. Azt kell tudni róla, hogy igazából Mátyás királynak a Székesfehérvárral kapcsolatos emlékeit, történeti forrásait próbáljuk felidézni, ami persze nem olyan sok, de én azt gondolom, hogy ezt a nyitó műsort nagyon szépen ki fogja tölteni. Ez lesz a fővonal Mátyás királynak Fehérvárral történő kapcsolata, és ezt próbáljuk különböző olyan táncos hangulatokkal, zenei betétekkel, kórus művekkel ezt a hangulatot, ezt a reneszánsz hangulatot próbáljuk megidézni. Akkor úgy képzeljük el, mint hogy mondjuk például a tavalyi esztendőben is volt, hogy egy igaz ilyen összművészeti koncentrált dolog, ez a gyakorlatilag egy kicsit így a 10 nap összefoglalója is egyben? Igen, tavaly ez az részemről egy ilyen tartalomjegyzékszerű dologra sikerült. Igen, mindig nehéz, hogy egy királyi napok, ami egy 10 napos rendezvény sorozat, és a könnyű zenétől a komoly zenéig nagyon sok rétű ez a fesztivál, és nagyon változatos. Nagyon nehéz kitalálni, hogy mi is ennek a nyitója, mi legyen a nyitója. Ez az emlékévhez, a Mátyás király emlékéhez kapcsolódik, úgyhogy ebbe sokféle művészeti ág megjelenik, de mindenképpen a reneszánsz, illetve nagyon fontos az, hogy megpróbáljuk a mostani időknek a dolgait is belecsempészni. Tehát a Székesfehérvári Balettszínház a saját műfajába is meg fog jelenni, illetve Szirtes Edina Mókus zenekarával együtt a mostani világzenei hangulatot is bele fogja becsempészni. Tehát azért a mai korig el fogunk jutni. Sőt, hát olyannyira, hogy ugye útjára indulnak majd az ünnepi fények is, hiszen a jelképes felkapcsolás is minden évben ezen az nyitó eseményen történik. Így van, tehát a műsor után, a polgármester úr köszöntője után igazából ez az egésznek a nyitója. Az a gomb megnyomás, amikor felgyulladnak a fények, és ugye a Fény utca elindul. Ez indítja ugye az egész fesztivált útjára, és hát azon belül, amit már említettél, és 11-ével pedig elindul a Nemzetközi Néptánc Fesztivál, és itt időrendben egy kicsi ugrás van, hiszen azért a fehérváriak megszokhattak már, hogy általában a Néptánc Fesztivál szokta ezt a programsorozatot zárni, most ez indítja a Székesfehérvári királyi napokat. Így van. Hát zárni azért ismét a néptánc fogja augusztus 20-án, de a Nemzetközi Néptánc Fesztivál az tényleg 11-én indul, de erről azt gondolom, hogy a Bandi tudna részletesebben mesélni. Mire számíthatnak az érdeklődők? Hát igen, 5 éve, hogy 10 napossá bővült és egy hatalmas összművészeti fesztivállal ünnepelheti Székesfehérvár az augusztust. Viszont a Néptánc Fesztivál már 23. éve indul útjára, és hát úgy gondolom, hogy ismét a világ, hogy hozzánk jön, szlogennel élve, megpróbáltam úgy válogatni az érkező csoportokat, hogy
a különböző földrészeket érintve, tehát nagyon színes tánckultúrával és népzenekultúrából kapjon egy-egy szeletet a közönség, így Közép-Amerikából, Ázsiából és Európából számíthatunk csoportokra. Egy kicsit puskázok, mert idénre 8 meghívott csoportot sikerül remélhetőleg ide varázsolni hozzánk. Baskír köztársaságból egy színvonalas csoportot, Bulgáriából, Csehországból, Franciaországból a déli provanci hangulatot idézi az ide érkező csoport, Görögországból, Indiából, Indonéziából és végül Mexikóból, sem utolsó sorban az Alvariga táncegyüttes, mint 23 éves állandó házigazdája a fesztiválnak. Ugye most is említetted, hogy kaptak meghívást, és remélhetőleg ide is érkeznek, hiszen azt az ilyen háttérinformáció általában a fesztivál utolsó pillanatában dől el, hogy valóban mindenki megkapja a szükséges engedélyeket, ezt gondolom akkor az idei évben is így van. Hát olyannyira, hogy még 2,5 órával ezelőtt az indonés csoport vezetőjével beszéltünk telefonon, kitűnő angolsággal beszélünk, mondanom se kell, úgyhogy egy kicsit leizzadtunk még jobban ebbe a melegbe, de aztán Dülőre jutottunk, és hát úgy néz ki, azt mondta, hogy 400%, hogy jönnek. Nekünk elég, ha 100%. A 100% is elég, mert én azt gondolom, hogy ez mindig egy ilyen, tényleg egy egzotikus utazás az, amikor Fehérváron táncol a világ, ahogy azt már említette. Így van, és épp héten beszélgettem egyik ismerősömmel, és ő azt szereti ebbe az egészbe, hogy a belváros, ugye az embertömegbe, töménytelen mennyiségű, különböző népviseletbe öltözött ember sétálgat, és nem csak azért, mert hogy felvonulás van, hanem az egyik fellépés helyszínéről, ahogy sétálgatnak, vagy netán azt gondolja, hogy most inkább nem öltözik át az egyik programról a másikba, hanem a saját népviseletébe sétálgat a fehérvári korzon. Nyilván házigazdáktól nem szép dolog ilyet kérdezni, azért mégis megteszem, hogy nektek mi a kedvenc részetek ebben a fesztiválban? Azon túl, hogy mindegyik, az egész fesztivált szeretitek nyilván. A záró műsor az mindenképpen, de nem azért, mert hogy de jó, vége van és hazamegynek a csoportok, hanem én azt gondolom, hogy a záró gálának van egy olyan emelkedett hangulata, hogy akkor már túl van mindenki mindenem, megismert a közönség is az együtteseket, az együttes is egy kicsit otthon érzi már magát, és úgy tud egy gála műsor létrejönni, hogy tényleg annak egy remek hangulata van. Mandi? Hát én többször azt szoktam mondani viccesen, hogy a vége, mert akkor egy sikeresen lezajlott fesztivált tudunk magunk mögött. Hát ezt most sem cáfolom meg, de igazából azért a vége, mert a csoportoktól egy fantasztikus kokolokó bulival szoktunk búcsúzni, úgyhogy én, mint fesztiváligazgató, egy kicsit átavanzsálhatom magamat szórakoztató emberré, és látva a csoportok háláját, illetve önfelett ünneplését, hogy ők is úgy érték meg ezt az 5 napot, mint ahogy mi szervezők, ennél fantasztikusabb érzés egy szervezőnek nem is lehet, azt hiszem. Menjünk egy kicsit vissza a helyszínekhez, ugye azt említettük, hogy ilyenkor a belváros megtelik különböző népviseletű táncosokkal és zenészekkel, hiszen az is hagyomány már, hogy tényleg a belváros szinte minden pontján szerveztek programokat, lesz ezúttal is játszótér, lesz különböző táncbemutató. Ezekről mit kell tudni, hogy merre érdemes elsétálni ebben az 5 napban? Hát remek adottsággal rendelkezik, hogy a Székesfehérvár belvárosa, amit 5 perc alatt tényleg bárki keresztül kasul tud járni, gyönyörű kis zugokkal, meghitt helyekkel, emlékművekkel tarkítva, és bizony ezt az adottságot kihasználva már évek óta azok az jól bevált programelemek ismétlődnek meg, mint az első alkalommal a flashmob. Nem szeretjük, de használjuk ezt a kifejezést, amikor a meghívott csoportok Fehérvár belvárosának egy-egy zúgába egyszer csak összejönnek, megvillantják magukat, még a közönséget is bevonják, és szépen ugye a csoportok egymás után, egymást tolva előre egy felvonulássá válik, és az Alba Régia táncegyüttes, mint házigazda a Vörös Marti Színháznál fogadja őket, és közösen az összegyűjtött csoportokkal ünnepélyesen felvonul a színpadra, ahol az Icsi színpad közönsége már várja őket. További belvárosi programjaink, mint ahogy említetted, a Királyi Játéktér.
Ez nem olyan régi programelem, de nagyon szeretik a családos, kisgyermekes családok, ugyanis a táncegyüttesektől itt nem azt kérjük, hogy most táncolni, tanítsák meg őket, erre ott van a gyermekjátszó, a Királyi Gyermekjátszó a táncházban minden délután, hanem inkább azokkal a saját népükre jellemző ilyen ügyességi népi sportjátékokkal szórakoztassák, vagy állítsák kihívás elé a gyerekeket, mint ezt mindig szoktam mondani, mint a magyaroknál a métázás vagy pányvázás, utána lehet majd nézni a néprajzi lexikonba, mit jelentenek ezek, és tényleg egyre többen látogatják ezeket a programokat. Az is fontos még, hogy ugye lesznek a különböző nyitógála, zárógála, de több függetlenül nem maradunk néptánc nélkül, hiszen 18 órától, hogyha jól rémlik, akkor minden nap lesz valami az Icsi Ligetnél a színpadon. Így van, a nyitónap 11-e, illetve a 15-e a zárógála az, amikor a csoportok mindenki bemutatkozik egy 10 perc erejéig. A köztes napokon pedig 12-én, 13-án, 14-én egy nagyobb lélegzetű műsorral mutatja meg saját néptánc és népzene kultúráját az adott csoport, de arra mindig törekszünk, hogy mindegyik napon legyen egy magyar illetőségű csoport. Így idén 12-én a Gödöllő Táncegyüttes színesíti a programot, 13-án elmaradhatatlan az Alberége Táncegyüttes utánpótlását képző Alborégi Alapfokú Művészeti Iskola csoportjai, tehát az ifjú titánok, illetve a negyedik nap pedig a Cimbali Band fantasztikus koncertje fogja felvezetni az egész néptánc bemutatót. És ha már néptánc és táncosok, akkor a táncház, mint folk esteknek az otthona is egy ilyen nagyon-nagyon tradicionális jó helyszíne a programnak, hiszen szerintem többször ki kellett tenni a teltháztáblát is a tavalyi esztendőben a Malom utcában, és már nem tudtak bejutni, hiszen akkora volt az érdeklődés. Így van, és ezt megelőzve elővételben már lehet jegyeket is kapni, figyeljék a honlapunkat, mert tényleg pillanatok alatt a kis házunk zsúfolásig telik, és aki lemarad, az kimarad. És valóban hajnalig tartó mulatság van a táncház különböző szegmenseivel, így 21 óra 30-kor kezdődik a nemzetközi folkestje egy-egy csoportnak, amikor is a táncaikon, zenéjéken kívül bevonhatják a közösséget, ez egy kicsit kötetlen a program, illetve a gasztronómiai jellegzetességüket is megkóstolhatja egy-egy étel vagy ital formájában a kedves közönség, és idén is lesz sztár vendégünk 14-én a Góbé zenekar fantasztikus koncertje zárja majd az udvaron az estét, de az estének sosincs vége a csoportok bemutatkozásával, ugyanis a fészerben hátul a Galiba zenekar, a táncegyüttesünk kísérő zenekarja, illetve egy alkalommal a Tilinkó zenekar is hajnalig muzsikál majd, aki pedig szeretne, az tánca is kerekedhet. És egyébként meg baráti beszélgetésekben mindenütt mindig van lehetőség, hiszen ez is egy ilyen jellegzetessége a táncháznak. Igen. Aztán ilyenkor ugye készülődés, ráhangolódás már nyilván nagy erőkkel zajlik ott nálatok. Most is önkéntesek segítenek nektek, meg a tánc egyesület tagjai? Hát nélkülük úgy gondolom, hogy ez a rendezvény nem jutott volna ilyen sikerre, illetve nem is tudnánk győzni sem anyagilag azt, hogy hivatalosan foglalkoztatott emberekkel dolgozunk. Nyilván van egy állandó stábunk, a táncház és a táncegyüttes egyesület dolgozói, de emellett hát egy 100-150 önkéntessel büszkénkedhetünk, és nem csak a táncegyüttesünk különböző kisiskolás korától a szenior csoportjáig, mint házigazdák, hanem bizony a középiskolák jó voltából is, ugyanis ennek az 50 órás önkéntes programnak mi már évek óta együttműködő partnerei vagyunk, és hát sokkal szívesebben jön egy fiatal olyan helyre önkénteskedni, ahol még szórakozik is. Persze komolyan dolgozik előtte. Említettük még a beszélgetésünk elején, hogy ugye 20-án is a tánc kerül majd a középpontba, hiszen akkor lesz a magyar est.
Igen, az a cím ennek a magyar esnek, hogy táncra magyar, ami azt gondolom, hogy nagyon jól illik ez a záró gála műsorhoz. Itt abszolút magyar illeté, ugye itt már ezen a napon a külföldi együttesek már hazamentek, úgyhogy abszolút magyar illetőségű lesz ez a műsor, méghozzá úgy, hogy határon túlról a vajdasági cirkalomtánc együttes lesz a vendégünk, illetve ezt már tavaly-tavaly előtt így megálmodtuk, mert volt egy közös produkciónk három együttessel, belföldi együttessel, a Színbavölgy Tánc Együttes Miskolcról, Nógrád Tánc Együttes Salgótarjánból és az Alba Régia Tánc Együttes, így ez a három együttes egy elég komoly munkába vett részt, és azon kívül, hogy szakmailag is nagyon jól egymásra találtunk, azóta is nagyon jól működik ez a barátság, és nagyon jó embereket ismertünk meg, úgyhogy ezt már tavaly eldöntöttünk, hogy jó lenne belőlünk egy gála műsort összehozni, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon, nagyon erős és jó hangulatú műsor lesz, mert szellemiségében abszolút közel áll egymáshoz az a 3-4 együttes, de mindegyiknek megvan az a kis saját íze, amitől más. Hogy állnak majd össze ezek a produkciók itt közösen, azért próbáltuk egyet? Nem, hát sajnos arra közös próbára nem lesz lehetőség. Hanem mindenki otthon. Mindenkinek a saját kis műsorát kell majd hoznia, amit az egész műsort az Alba Régia Táncegyüttes fogja zárni. Itt a Vörösmarty Színházban, amit áprilisban Táncvilág napján láthatott a közönség, a Megőriztem, továbbadom című műsort, ami a generációknak a összekapcsolódásáról szólt, tehát a szenior korosztályon keresztül, a nagy együttesen keresztül, egészen a gyerekcsoportokig ugye megjelentek a táncosok ezen a színpadon, és ezt a műsort fogjuk mi 20-án a közönség elé tárni újra. És azt gondolom, hogy ez is egy különleges dolog lesz, hogy több generációt egyszerre megint láthat a közönség. Ilyenkor 11 nappal az indulás előtt milyen feladatok vannak még? Van idő alvásra, vagy ez már abszolút ilyen elfelejtett dolog, és akkor már csak a pörgés hát van most nektek? Lassan kezd úgy automatikusan átállni az ember szervezete az úgymond fesztivál üzemmódra. Tehát nagyon nem gyakorlunk rá, nincs is idő. Most éppen a táncházba kül és bel részi szépítések vannak, takarítások, tehát olyan otthonná főhadiszállásra tenni a házat, hogy csillogjon, villogjon, mire a 8 külföldi együttes, illetve a fehérvári közönség birtokba nem veszi. Robi? Hát én éppen a Romhányi Ádámmal a stúdióból jövök, a nyitó ünnepséggel kapcsolatban az animációt készítjük, és hát holnaptól pedig a tánc együttessel egy hosszabb nyári szünet után elkezdődnek erre a próbák, úgyhogy most már mi is abszolút a finishbe vagyunk, úgyhogy most már mindennapos lesz az, hogy a táncházba reggeltől estig. Aludni azért fogunk, de most már tényleg ott kell lenni. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy jutott még arra idő, hogy itt is legyetek velünk, és hát augusztus 10-én biztos, hogy találkozni fogunk. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Nézőiknek pedig köszönöm a figyelmüket, Paletta Kulturális Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, hogyha tehetik, akkor is tartsanak velünk. Viszontlátásra!